Január 29-én pénteken 19 órakor is a legfrissebb hírekkel jelentkezik a Szolnok Televízió hírműsora. Köszöntöm Önöket! 68-an kapták meg ma a Covid elleni vakcinát a Kánkároly úti idősek otthonában. Vasárnap a Vízpart körúton adják be a második oltást az ott élőknek és az ott dolgozóknak, de új igénylők is érkeznek majd az otthonba. Így csak nem 200 vakcinát adnak be. Részletek mindjárt, most pedig nézzük, mi várható a mai aktuálisban. A határon túlról érkezett, mára azonban összefort az élete a megyeszékhellyel, elismerték Barabás Boton színművész munkáját. Vasárnapig még nem késő kirakni az elszáradt fát, január 31-éig járja a várost az NHS fenyőjárata. Új szolgáltatás, 2,5 méter magas, 11 méter hosszú mászófalat szereltek fel a reptárban. Ma a Kánkároly úti idősek otthonában is elkezdték az idősek és a gondozottak oltását. A vakcinát speciális hűtőtáskában szállították a helyszínre. A járóképtelen idősek saját szobájukban kapták meg a COVID-19 elleni védőoltást. Az oltás helyét mutatja ez a férfi a Kánkároly úti idősek otthonában. Itt ma 68-an kapták meg a vakcinát. Vasárnap a Vízpart körúton adják be a második oltást az ott élőknek és az ott dolgozóknak, de új igénylők is érkeznek majd. Így csak nem 200 vakcinát adnak majd be. A Kánkároly úti idősek otthonában az első oltást adják és kapják az idősek, itt az itt lakók. Itt körülbelül most 63 ellátott van, ugye az elmúlt időszakban nem volt szabad fölvennünk új ellátottat. Összességében 68 személy kap ma itt védőoltást, ez lakók és dolgozók, akik kérték, azok kapják meg ezeket az oltásokat. Az oltástól remélik a járvány megfékezését. Sokat várunk tőle mi is, és az idősek is. Mindenképpen azt a fajta bezártságot, amit itt több hónapja elviselnek szegények, ezt bíznak abba, hogyha az oltást megkapják, akkor valamilyen szinten fog nyitódni az intézmény. Hát azért, hogy ne legyek beteg, meg a környezetem, meg kisunokáim, dédunokáim vannak. Úgyhogy nagyon szeretném, ha egészségesek maradnának. Hál' Istennek még nincs a családban semmi, meg senki neki, semmi baja. A reggeli órákban ugye mínusz 73 és mínusz 80 fokon van tárolva az oltóanyag, a Pfizer Biotechnek az oltóanyaga. Amikor kivesszük a fagyasztóból, akkor 2 és 8 fok közé tesszük. Nem kell tartani tőle, én alapvetően a tűztől mindig félek, és azt kérdeztem most az oltás végén a hölgytől, hogy egyáltalán megkaptam-e, mert annyira nem éreztem semmit. Miért tartja fontosnak az oltás beadatását? Én fontosnak tartom a magam, a családom, a környezetem, illetve a munkahelyemen az idősek érdekében, hogy minél jobban védett legyek, mert eléggé rossz tapasztalat van a vírussal kapcsolatban, és azért amennyire csak lehet védjük egymást. Idősek nevében, aki itt lakunk, mindannyian nagyon vártuk. Vártuk azt, hogy hazamehessünk, hogy ide jöhessen valaki, hát láthassuk a kedveseinket, és egyáltalán szabad emberek lehetünk, mert megkapunk itt mindent, csak nem mehetünk ki, ez a legnagyobb baj. Az első oltást követően 21 nap múlva adható be a második vakcina. A jövő hét elejétől kezdődik a regisztráció alapú oltás, jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában hangsúlyozta, hogy az oltás önkéntes és ingyenes. Akik regisztráltak, azokat értesíteni fogják, hogy hová és mikor kell menniük. A kormányfő arról is beszélt, hogy újabb jelentős gazdaságfejlesztési program kezdődik, és tervezik a gazdaság újranyitását is, amely akkor történhet meg, ha már elegendő ember felvette a védőoltást. A legutóbbi kormányülésen, mint arról csütörtöki híradásunkban beszámoltunk, a járványügyi korlátozások fenntartásáról és március 1-ig történő meghosszabbításáról döntött a kabinet, így elkerülhetővé válik a járvány harmadik hulláma Magyarországon.
Közben vendéglátósok egy csoportja azt tervezi, hogy a tiltás ellenére újra nyit február 1-én. Szeretném arra kérni az összes türelmetlen embert, akkor is, ha vendéglős, meg éttermes, meg kávézós, meg akkor is, hogyha csak közönsége egy-egy ilyen helynek, hogy ne tegyék. És nem csak azért, mert magukat hozzák veszélybe, vagy sodorják veszélyes helyzetbe, mert ez végül is az ő dolguk, az ő életük, az ő dolguk. De egy járványról van szó, vírusról, ami fertőz. Utána elmennek dolgozni, hazamennek, találkoznak másokkal is, és át fogják adni a fertőzést, és kezdődik minden előről. És emberek halhatnak bele azért, mert nem bírtuk ki még néhány hétig. A miniszterelnök közölte, hogy a szabálysértőkkel szemben eljárás indul. Amikor már lesz elegendő vakcina és elegendő embert sikerült beoltani, akkor újraindulhat a gazdaság, mondta a rádióműsorban a kormányfő, aki beszámolt arról is, hogy az újranyitás első üteméhez szükséges 6000 milliárd forintról szóló csomagot legutóbbi ülésén elfogadta a kabinet. De nem csak nagyívű projektekről született döntés. Magyarországon van körülbelül 300 olyan település, ahol kisbolt már egyáltalán nincs. És van néhány száz, ahol hol van, hol nincs, lét nem lét határán egyensúlyoznak. Most kidolgoztunk egy rendszert, amely lehetővé teszi, ezt a Magyar Falu programba illesztettük be, amely azt a támogatást adja meg, hogy minden faluban, a legkisebb faluban is legyen elérhető bolt, mint egy szolgáltatás gyanánt. Az erre vonatkozó támogatási pályázatot a Magyar Falu program keretében hamarosan kiírják. A határon túlról érkezett, mára azonban összenőtt az élete Szolnokkal, Barabás Boton színművésznek. A Szigligeti Színház tagjaként az elmúlt 16 évben szinte az összes szerepálma teljesült, a társulat egyik vezető színésze lett. Művészeti tevékenységét a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kaposvári Gyula díjjal ismerte el a város. Hát eljött! Mutassa az arcát, a kezét! Másik kezét is. De elmondták magának? Persze, hogy elmondták. Nem esett baja. Nekem? Magának. És ez a másik, az túléli? Túl, ne féltsen. A székelyudvarhelyi születésű Barabás Botond Marosvásárhelyen szerzett színművészeti diplomát, és a Temesvári Színházban kezdte pályáját. Ezzel párhuzamosan játszotta az Új Nemzeti Színházban, majd 2004-ben Szolnokra szerződött. Ahogy később kiderült, ez élete egyik sorsdöntő lépése volt. Mondanám, hogy Szolnok a mindenem, de akkor megsértődnének az udvarhelyiek. Tehát a beilleszkedés könnyen ment, egy olyan társulatba érkeztem, ahol családként éltünk, és befogadtak egy első pillanatban. Hát nehéz volt egy kicsit megszokni azt egy másik országot, egy másik várost, ahol teljesen idegen vagyok, tehát a város elsőre egy picit idegen volt, de ahogy az évek teltek, egyre közelebb került hozzám, és én is hozzá, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a gyerekeim megszületésével teljesült ki az egész, és nőttünk össze. Az elmúlt 16 évben közel 70 különböző alakítását láthattuk. Szinte minden olyan nagy szerepet eljátszott, amiről egy fiatal színész álmodik. Ezek között olyan is akad, amit szívesen megismételne. Ha még egyszer találkozhatnék a Bánk Bánnal, akkor azt egy picit másképp csinálnám. De nyilván ez minden szerepre érvényes, mert minden szerep, ahogy leteszem, még akkor is marad bennem mindig, és dühöngök egy picit, hogy ezt így kellett volna, úgy kellett volna. Azt mondja, mára megtanulta elengedni az ehhez hasonló gondolatokat, az pedig már szóba sem jöhet, hogy másik színházhoz szerződjön. Azt gondolom, hogy ez az út jó, jól alakult, és egy olyan helyé vált a Szigligeti Színház, ahova már nagyon szívesen jönnének mások játszani, de ezt mi teremtettük meg, úgyhogy én nem csak a családért mondom, meg nem csak magamért, de a színházért is és a városért is maradtam, mert azt gondolom, hogy ha mindenki elmegy, akkor tulajdonképpen kiürül a lelke a színháznak. Barabás Botond művészi tevékenységét 2008-ban színész kollégái a Bodex gyűrűvel. A közönség 2013-ban területi Prima Primissima díjjal, a szakma pedig 2014-ben Jászai Mari díjjal és Magyar Teátrum díjjal ismerte el. A Kaposvári Gyula díjjal most a város köszönte meg eddigi munkáját a Magyar Kultúra Napján. Vasárnapig rója a várost az NHS fenyőjárata. A szolgáltató kéri azokat, akik még nem rakták ki az elszáradt karácsonyfát, hogy legkésőbb a hétvégén tegyék azt ki. Nem mindegy azonban, hogy mi módon teszik azt. A szabályos elhelyezés közös érdek, hiszen Szolnok hulladéka is két póra kerül, ahol a komposztált fenyőből nyert mulcsal a város szemetét semlegesítik majd.
Sokan ragaszkodnak vízkereszt után is a karácsonykor feldíszített fához. A szobai klímát jobban tűrő fenyőfajták tovább magukon tartják tűlevelüket, így egyesek hónapokig megkegyelmeznek neki. Tekintve azonban, hogy a begyűjtést nem lehet tavaszig húzni, a szolgáltató idén is január végéig működteti gyűjtőjáratát. Az NHS ezúttal is arra kéri a lakókat, hogy a fenyőket minden esetben szabadítsák meg kihelyezés előtt a díszektől, csillagszóró maradványoktól. Főleg a dekorációs elemek rögzítésére szolgáló drótok okozhatnak feldolgozás közben súlyos károkat. Kerülni kell továbbá a zsinórok, kötöző anyagok használatát is. A fákat a hulladékgyűjtő edények közelében kell úgy elhelyezni, hogy azok ne zavarják a közlekedést. Tavaly csak nem 20 tonna fát sikerült így összegyűjteni. A begyűjtött fenyőfák egy részét a rászorulók kapják meg, míg a nagyobb mennyiség idén is a két poi lerakóba megy, ahol komposztálják majd. A gyűjtőjárat január 31-ig szállítja el a szabályosan kihelyezett fákat. 11 méter széles, 2,5 méter magas, mindkét oldalán mászható falat telepítettek a reptárba. Az új élményelem egy 5 millió forintos pályázat részeként az erőt, a gyorsaságot és a gondolkodást is fejleszti. Ez a rámpás rakodó a reptárban. A népszerű katonai kalandpálya új élményeszközzel, egy mászófallal bővült. Alacsony magasságban kötél nélkül lehet mászni rajta. Hát ez az alacsony magasság, ez egy 2,5 métert jelent. Hát mi azért biztonságképpen tettünk eséstompító matracokat a baleset veszély minimalizálása érdekében a mászófal alá. Én gondolom, hogy a gyerekek nagyon ügyesek lesznek, és jó hír egyébként nem csak a gyerekek vehetik igénybe, hiszen úgy alakítottuk ki, hogy a játékos kedvű felnőttek is kipróbálhassák. A falon oldalirányban tudják kipróbálni ügyességüket a legbátrabbak. A legtöbb izomcsoportot megmozgató sport szellemileg is jelentős aktivitást kíván. A Szárnyak a Tisza partján című 5 millió forintos ifjúsági pályázattal Szolnok múltját igyekeznek megismertetni, és a lokálpatriotizmust is erősíteni. A kadét kiképző egyik eleme az új, speciális mászófal, melyet egy szivacs bujókával egészítettek ki. Jó. És akkor mondjam, hogy bujakát nem érhetek hozzá? Ne, hozzáérhetsz. Igen, csak nem mehetek rá. Ezt meg is foghatom, mi? Persze, de abban nem tudsz kapaszkodni, tehát nincs rögzítve. Csak bele van egy picit gyűrve. Nagyon jó, nagyon jó. A színes, nehezített fogásokkal felszerelt falon kicsik és nagyok, amatőrök és profik is megmérettethetnek. Kipróbáltuk és bizton állíthatjuk mind a ketten operatőr kollégámmal, hogy ez a 2,5 méter magas, 11 méter széles fal jócskán ad majd feladatot kicsiknek és nagyoknak, akár apukáknak is, ami pedig különlegessége, hogy teljesen körbejárható falon a fal. A múzeum dolgozói nagyon várják már a látogatókat. Nagyon hiányoznak a látogatók, és félkarú óriások vagyunk tulajdonképpen itt a múzeumban nélkülük. Azzal együtt, hogy van mit tenni, mert rengeteg fejlesztést elkezdtünk, és be is fejeztünk már azóta, hogy ez a kényszer szünet van, hát nem csak itt a múzeumban, hanem országszerte a pandémia által. De már várjuk nagyon a látogatókat. Az új élmény az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet, a motorikus tevékenységet és a mozgáskoordinációt is fejleszti. Hamarosan nézőink is felszállhatnak a helyi járatra. Szerkesztőségünk új műsorában videóarchívumunk gyöngyszemeit elevenítjük föl. Az első rész már összeállt. Részletek mindjárt. Most nézzük, mi lesz még a mai aktuálisban. Búcsú Banutól a fővárosban ismerkedik új párjával a jászberényi Perzsa Leopárd. Pesgetta Szifon, ifjúsági magazinunk műsorvezetőit látta vendégül a közösségi tér. A padlás rejtett sarkából vagy valamelyik szekrény mélyéről előkerülő régi doboz, elfeledett fényképalbum, egykor kincsként őrzött emlékkönyv, megsárgult képeslap. Sokan átéltük már az újra felfedezés és az emlékezés örömét, amikor kíváncsian felpattintottuk családunk életének történeti darabjait őrző, elfeledett kincsek rejtekeit. A televízió archívuma is ilyen kincsestár. Városunk és lakói egyéni és közös történelmének sajátos lenyomata. Ide hív rendhagyó kalandozásra a szerkesztőségünk vasárnap induló új műsora, a helyi járat.
Mint minden szerkesztőségben, nálunk is minden nap készülnek hírek, hiszen egyik legfontosabb feladatunk és küldetésünk az önök tájékoztatása szűkebb környezetünk történéseiről. A hír, különösen az utóbbi időben, egyre inkább a pillanat művészete lett. Jön a holnap, az aznap eseményeivel. A Szolnok Televíziónak van egy szerintem igen-igen értékes archívuma, és ebben a Helyi Járat című műsorban visszanézzük, hogy 10-12-15 évvel ezelőtt mi minden történt velünk, ezeket a dolgokat, eseményeket hogy éltük át. Nem mi, mint Szolnok Televízió, hanem mi, mint Szolnok város lakossága. A műsor nem csak visszatekint, hanem előre is mutat. Az összeállítás felidézi a kiválasztott hét legfontosabb híreit, majd két témát tovább is visz stúdióbeszélgetés formájában. Az egyik nagy kihívás ennek a műsornak több is van. Az egyik az, hogy kiket hívjunk, vagy melyik témához hívjunk vendégeket, ugyanis ugye egy 10-15 évre nyúlunk vissza az időben, és egyrészt találunk-e olyat, aki megélte azt az eseményt, vagy azt az időpontot, van-e olyan ember, és ha van, akkor ő Szolnokon van-e, elérhető-e? Az első adásban az egykor volt szolnoki cukorgyár emlékét idézi a műsor, és a Kőrösi Csoma iskola fennállásának 30. évfordulója kapcsán felfed néhány érdekes momentumot. A szerkesztők számítanak önökre is, kutakodjanak egy kicsit a saját házi videótárukban vagy fényképalbumukban. Például Varga Katalin gimnázium szalagavató 1996-ból. Hogyha az valakinek megvan, vagy bármilyen ilyen magánjellegű felvétel, amit szívesen megosztana nem csak velünk, hanem a város lakosságával, azt nagyon-nagyon szívesen látjuk. Szálljunk fel együtt a vasárnap 19 órakor debütáló Helyi Járatra a Szolnok Televízió műsorában, és kalandozzanak velünk félkomoly kalendáriumunkban, Szolnok közelmúltjában. Bement az UPSA szifonba, a Szolnok Televízió ifjúsági műsorának készítői voltak a járványhelyzet miatt zárt szolnoki ifjúsági közösségi tér vendégei. Az egészségügyi előírásokat szigorúan betartva, csak videóbeszélgetés formájában. Valami pezseg a szifonban, jól lehet a járványhelyzet miatt a szolnoki ifjúsági közösségi tér is, miként az összes kulturális és szórakoztató egység kénytelen volt bezárni november 11-én. Ennek az orvosolására találtunk ki egy videósorozatot, amelynek a neve a Kanapépercek a szifonban. Ebben próbálunk behívni olyan fiatalokat, akik Szolnok város életében ismertek, láthatóak, és példaértékűek a fiatalság számára. E három kritérium mindegyikének megfelel a Szolnok Televízióban szeptember óta futó UPSZ című kétheti műsor. A Facebookon és a televízióban egy időben látható élő műsor egyik érdekessége, hogy a netes adás más kameramozgásokat alkalmaz, mint a televíziós. Számunkra a fiatalok a legfontosabbak, úgymond. Azt szeretnénk, hogy ők legyenek a középpontban. Szeretnénk őket elérni mindenféle platforma, mindenféle lehetőséggel, témával, hogyha szeretnének, ha van egy adott helyzet vagy probléma, nyugodtan fordulhassanak hozzánk, és mivel viszonylag kevés lehetőségük van itt a fiataloknak Szolnokon, ezt szeretnénk egy kicsit bővíteni, és emiatt a szifonnal együtt dolgozunk, és együttműködési megállapodást is kötöttünk, és most erre van itt ez a beszélgetés, és hogy egy kicsit jobban belelássanak az UPSZ-ba. Ja, hogy a párok nem lennek fixek. Igen, úgymond két generáció. A Fiataloknak Fiatalokkal alcímű műsor egy hónapon belül három új szakággal bővül. Hamarosan lesz egy gasztronómiai, valamint egy sport melléklete, de a készítők podcastekkel is jelentkeznek. Még olyan, hogy ajánlattak volna nekünk nem volt, de egyébként arra is nyitottak vagyunk természetesen, hogy akár a barátainktól, akár az ismerősöktől hallgassuk meg, hogy őket mit érdekel, és azokat persze szívesen feldolgozzuk, mert akkor az biztos, hogy érdekli őket, de egyébként általában mi szoktuk vinni a témákat. Az UPSZ új stábtagokat is keres, akár a kamera elé, akár a felvevőgép mögé. Így aki kellően fiatalnak, és ugyancsak kellően elhivatottnak érzi magát, az ebbéli szándékát a szolnoktövö@szolnoktövo.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel erősítse meg. Csapó! Tessék! Nézzétek az UPSZ-ot! A fővárosi állat és növénykertben 2003 óta foglalkoznak a veszélyeztetett perzsa leopárdokkal. Most épp egy új tenyészpárt szeretnének összeboronálni. Akum az 5 esztendős hím mellé nemrégiben érkezett egy korban hozzáillő nőstény Banu személyében, méghozzá Jászberényből.
Ezt a videót a Fővárosi Állat és Növénykert tette közé január 15-én. Kifutójával ismerkedik Panu az új Leopárd hölgy címmel. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert Jászberényből költözött a vidéki macskalány a fővárosi dzsungelbe egy tenyészprogramnak köszönhetően, melynek 2009 óta a Berényi Zoo is tagja. Imár 12 éves története van Jászberényben a leopárdoknak. Az első pár alig töltött itt egy kis időt, már is Miskolcra vezetett az útjuk, amíg elkészült az új kifutójuk. 2013. december 18-án térhetett vissza Csió és Marun a Jászberényi állatkertbe. Mi is ott voltunk, amikor először elfoglalták új otthonukat. Sokat nem kellett várni az újabb mérföldkőre, hiszen a kényelem meghozta a párosodási kedvet. 14 júliusában a szülői pár első almába mindjárt 3 életerős porony érkezett. 2017. augusztus 28-án 22-re 22 perckor született meg a második alomkölyök. Akkor 2 életerős egyet született. Ebből az alomból érkezett fiatal nősténként Banu Akhum a hím mellé. Most épp egy új tenyészpárt szeretne összehozni a fővárosi zoo. Épp tart az összeszoktatás az ifjú párnak. A Banu nevű növestény leopárdunk költözött el tőlünk, és hát ez egy nagy lépés volt az életében, mert a program keretében, a leopárdok tenyésztési programjának keretében került a fővárosi állatkertbe, és ott kapott maga mellé egy francia párt. Jelenleg a karantén időszakának a vége felé jár, és nem sokára megkezdődik a hímmel való összeszoktatása is. Azt várom tőle, hogy a hím az így szépen fogja tartani magát ahhoz, hogy a Banu lesz az, aki vezet abban a csapatban. Nálunk is a Csiu nevű nőstény, aki elnyomja a Marunt. Tehát mindenkinek megvannak az alapszokásai, de mindig Csiu volt az, aki az első falatot elvett, aki először bemelt ott a belsőbe, tehát ő volt az első mindenben. És hát ezt várjuk a Banutól is, hasonló habitusú egyébként, mint az anyukája. A perzsa leopárd a ma élő leopárdok legnagyobb és egyik legritkább alfaja. Ezért a kölykök az Európai Fajmegmentő Program keretében koordinátorok döntései alapján születnek. Így az is elképzelhető, hogy egyszer visszajutnak a természetbe, vagy más állatkerteket gazdagítanak, amikor szétválik a család. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a szombati Új Néplapból. Nagytestű kutyák tartják félelemben a szolnoki Millér főcsatorna mellett tavaly kiépített úton kerékpározókat, futókat, túrázókat. Az ebeknek állítólag van gazdája, ám nem tudja négy lábúit kordában tartani. A kutyatámadások miatt több alkalommal történt már feljelentés, a rendőrség nyomoz az ügyben. A témáról részletesen a szombati Új Néplapban olvashatnak. A megyei napilap holnapi száma szolnoki oldallal is jelentkezik, valamint bemutatják a megyei prímadíj jelöltjeit is. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 68-an kapták meg ma a Covid elleni vakcinát a Kánkároly úti idősek otthonában, az oltás vasárnap folytatódik. A határon túlról érkezett, mára azonban összeforrt az élete a megyeszékhellyel, elismerték Barabás Boton színművész munkáját. Vasárnapig még nem késő kirakni, január 31-ig járja a várost az NHS fenyőjárata. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látták. Beszámolóinkat visszanézhetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig megoszthatják velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Itt szeretném felhívni a figyelmüket új műsorunkra, a Hírek Pluszra, amelyben bővebben foglalkozunk a legfontosabb helyi hírekkel. A Hírek Plusz hétfőtől minden nap reggel 6 és 7 óra, valamint délelőtt 11 óra 30 perckor jelentkezik. Mára pedig valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szumával szombaton 19 órakor találkozhatnak, friss hírekkel hétfőn 19 órakor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!